Egyre későbbre tolódik a gyermekvállalás. Ez a tendencia világszerte, így Magyarországon is kimutatható. A statisztikák szerint egyre gyakoribb, hogy a nők 35-40 éves korukban szülik meg első gyermeküket. A kor előre haladtával pedig csökken a megtermékenyítő képesség, ezért egyre nagyobb igény mutatkozik a mesterséges megtermékenyítési eljárásokra. A kormány ezért kibővíti a társadalombiztosítás által finanszírozott lombik program eljárások számát, és növeli a gyógyszertámogatást is. Ennek köszönhetően, ha egy párnál az első 5 lombik eljárás valamelyike sikerrel jár, akkor a következő gyermekek esetében is 4-4 alkalommal támogatja a beavatkozást az állam. A cél, hogy ne csak magánkezeléseken, hanem az állami egészségügyben is elérhető legyen a gyermekvállaláshoz igénybe vehető segítség. Ezért jövőre plusz 2 milliárd, vagyis összesen 4,5 milliárd forint jut majd a lombik program eljárásokra és az egyre több kórházban zajló célirányos fejlesztésekre. A magyar kormány elkötelezett a magyar családok támogatásában, ezért 2019-ben mintegy 2000 milliárd forint jut majd a családok támogatására. Ez minden idők legnagyobb ilyen célú költségvetési ráfordítása lesz, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma.